Friss volt a tavaszi eső, tovább emelkedett a termőföldek ára, 40 éves a színóvoda, véget ért a ponttilalom. Jó estét kívánok! Önök a nagygunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. június 7-én 18 óra 5 perckor. Hogyan állnak a tavaszi vetések, megsínylették-e az esőhiányt, kérdeztük Domján Sándor főmérnöktől a határban. A karcagi határban a gazdálkodók végeztek a tavasziak elvetésével. Ki is kelt, nem tökéletesen, főleg a későbbiek, de nagyon kívánja már a határ az esőt. A karcagi határban mondhatom, hogy a gazdálkodók végeztek a tavasziak elvetésével. Ki is kelt, nem tökéletesen, főleg a későbbiek és a túlkoreaiak nem tökéletesen. De nagyon kívánja már a határ az esőt, nem csak a tavaszi kultúrák, hanem az ősziek is, a repce, a búza, az árpa. Azokra is nagyon-nagyon szükség lenne a csapadékra, mert már terméskorlátozó hatása érződik. Az elveszett tavasziaknál, itt mögöttem is szépen ki van sorolva, de ahhoz, hogy tovább fejlődjön, ahhoz csapadék kell. A hagyományos kultúrák vannak most is a karcagi határban. Ugye hagyományosan azért a karcagi határban az ősziek közül a búza, a repce és az árpa, ami vetett növény, illetve még a rostitikáli. A tavasziak közül továbbra is a napraforró kukorica, ami a legnagyobb területen található, de hát a tavaszi vetésű növények között azért megtaláljuk ugye a mustárt, az olajretket, a tökmagot, az olajtököt, egy kis amarantot, ahogy mondják, ugye a disznóparénak a nemesített változatát, vagy bármi más esetleg kúrensebb növényt, de hektárban az töredéke a hagyományosan vetett növényeknek. Az öntözés fejlesztésnek komoly nyoma nincs a határban, ami adódik a területek széttagoltságából, illetve sajnos a támogatás az mindig úgy működik, hogy amennyi a támogatás, pont annyival szokták a gépek árát megemelni. Ez most is így történt. Hát most még ennek komoly nyoma nincs. Adódik ez a területek széttagoltságából. Tehát igazán hatékonyan öntözni egybefüggő nagyobb területeket lehet, illetve sajnos a támogatás ez mindig úgy működik, hogy a kedves tévénézők is gondolom úgy gondolják, hogy hú, hát ezek a parasztok már megint mennyi pénzt kaptak. Na, amennyi a támogatás, pont annyival szokták a gépek árát megemelni, ez most is így történt. A Kunagró 21 Kft. Területei is úgy állnak, mint bárki másé a karcagi határban. A őszi árpán kalászol, a búza épp a kalászolás előtt van, a napraforróink, kukoricáink kikeltek, egyes területeinkkel AKG-ba is részt veszünk, tehát ott a zöldugarsávok vetése is megtörtént, az is keleget. Mi majd még a nyár végén, ősz elején a csapadék függvényében lucerna telepítésbe is gondolkodunk, de az még a jövő zenéje. Azt mondom, hogy most így szépet mutat a határ, szépet mutatnak a mi tábláink is, de még nagyon sokat kéne alszik. Olyan jó 200 mm csapadék hiányzik. Ha 20-30 mm-es esők jönnének, az mindenkinek megkönnyíteni a dolgát, és várhatóan igen jó termések lennének akkor. Egy olyan jó 200 mm hiányzik. Természetesen ez, ha egyszerre esik a karcagi földre, akkor itt csónakázunk mindenen. De azért már itt vagyunk a nyárba, még ha naptár szerint nem is, de az időjárás szerint már igen. És hogyha ilyen 20-30 mm-es esők jönnének, hát az mindenkinek megkönnyíteni a dolgát, és várhatóan igen jó termések lennének akkor. 2021 első 9 hónapjában csupán 5%-kal emelkedett a szántóföldek hektáronkénti ára 2020-hoz képest. Ez az elmúlt évek legkisebb mértékű drágulása. 2021. januárja és szeptembere között átlagosan 1,78 millió forintot kellett fizetni egy hektárnyi szántóföldért a tavaly előtti 1,7 millió forinthoz képest.
A szántók hektáronkénti ára mindegyik régióban nőtt. A legnagyobb drágulás Közép-Magyarországot jellemezte, megnehezíti viszont a drágulás mértékének mérését, hogy nagyon kevés tranzakció volt. A Dél-Dunántúlon 14,9, a Nyugat-Dunántúlon 10,5, a Dunántúl középső részén 10,1%-kal emelkedtek az árak, míg Észak-Magyarországon 9,6%-os volt a növekedés. Az Észak-Alföldön 4,9%-os volt a drágulás, míg a legalacsonyabb, 6%-os növekedést a Dél-Alföldön jegyezték fel a szántóföldek fajlagos árában. A legdrágábban Közép-Magyarországon cseréltek gazdát a szántóterületek 2021 első 9 hónapjában. Több mint 2,3 millió forintot kellett fizetni egy hektárért. A kevés tranzakció miatt azonban egy-két értékesebb terület felfelé torzíthatta az átlagárat. A Dél-Dunántúlon szintén átlépték az árak a 2 millió forintot, míg a Nyugat-Dunántúlon és az Észak-Alföldön 1,9 millió forintért lehetett hozzájutni egy hektár szántóföldhöz. A szántók és a gyümölcsösök kivételével a többi művelési ágban gyorsult a hektáronként fizetendő összegek növekedése. A legnagyobb 15,8%-os mértékben az erdők és a fásított területek esetében. A többi művelési ágban 10% alatt maradt a hektáronkénti árdrágulásának üteme. A szőlőkért 8,5, a gyepekért, rétekért és legelőkért pedig 7,4%-kal kellett többet fizetni, mint tavaly előtt. A gyümölcsösök drágulásának mértéke szinte megegyezett a 2019 és 2020 között mérttel. 5,1%-kal nőtt a hektáronkénti áruk 2021 első háromnegyedévében. A művelési ágak közül a gyümölcsösökért és a szőlőkért kellett a legtöbbet hektáronként 1,95 század, valamint 1,86 millió forintot fizetni a vizsgált időszakban, míg a gyepek, rétek és legelők, illetve az erdők és fásított területek valamivel 1,1 millió forint feletti átlagáron cseréltek gazdát. Összességében 2021 első három negyedévében ismét áremelkedés jellemezte az összes művelési ágat. 2010 óta a gyümölcsösök és a szántók ára csak nem háromszorosára nőtt, a szőlőké valamivel több mint kétszeresére. A gyepek, rétek és legelők ára 177%-kal emelkedett, az erdők és fásított területek 154%-kal kerültek többe, mint 2010-ben. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi napok és agrársó rendezvénye az ország legnagyobb szántóföldi eseménye, amelyen a Magyar Bankholding tagbankjai, az MKB Bank és a Takarékbank az agrárium piacvezető szereplőjeként vesznek részt. Az MKB Agrárpartner és a Takarék Agrárcentrumok értékálló ajánlatokat kínálnak az ügyfeleknek, birtokmérettől függetlenül szolgálják ki őket, tartozzanak az agrárium bármely ágazatába. A bankcsoport szakértőpartner a magyar gazdák finanszírozási igényeinek megoldásában az országszerte elérhető hálózaton keresztül. Megtartotta fennállásának 40. évfordulójának megünneplését a Gépgyár úti szím óvoda. Az eseményen beszédet mondott Szepesi Tibor polgármester, aki üdvözlendőnek tartja, hogy ez az óvoda is elérte a 40 éves évfordulót. Ugye ez egy nagyon fontos óvoda a város történetében, hiszen egy céges óvodaként indult. Valamikor a Szim gépgyárnak volt a saját dolgozóit kiszolgáló óvodai egysége. Amikor a cég ugye megszűnt, akkor az önkormányzat átvette az óvodának az üzemeltetését, és gyakorlatilag így került be, aztán egy összevonás az egyesített Madarász Imre egyesített óvoda kötelékében. Mindig is fontos volt, hiszen azt gondolom, hogy egy óvoda közösségépítő elsősorban, hiszen egy olyan fiatal közösség jön össze, gondolok itt elsősorban a szülőkre, akik egy területen laknak, egy érdeklődési körük van, hiszen mindenki a gyermekneveléssel foglalkozik még elsősorban ebben az időszakban, és hát a gyermekeknek is egy fontos közösség, hiszen ekkor kerülnek először olyan szociális környezetbe, ahol egymással találkoznak, ahol játszanak, ahol különböző feladatokat közösen kell megoldaniuk. Tehát az élet egy nagyon fontos lépcső szakasza az, hogy a gyermek óvodába jár. Az, hogy egy település résznek az óvodai közössége egy óvodai egységben kerül össze, az pedig ebben az óvodában különösen fontos, hiszen a Szim óvodában, főleg miután ugye a nem messze lévő Körös úti
óvodaegység bezárásra került, hiszen egy átszervezésen esett át az előző időszakban is a Madarász Imre Egyesített Óvoda. Ugye innentől kezdve még fontosabb lett a Szim óvoda szerepe, hiszen a kisföldeki városrésznek, a kiskulcsosi városrésznek az összes óvodása ebbe az intézménybe került beiratásra. És ami a továbbiakban fontos volt, hogy amikor az óvodából tovább léptek, akkor ez a közösség szinte egy az egyben a kiskulcsosi általános iskola diákja lett, tehát ez a közösség folytatódott. Elkezdődött 4 éves kortól, és egészen 14 éves korukig gyakorlatilag együtt voltak egy közösségben ezek a gyerekek. És hát amikor arról beszélünk, hogy közösségfejlesztés, akkor az első felnőtt, akivel találkozik a gyermek, az az óvónő. Nagyon fontos tehát az, hogy milyen óvodai élet van, milyen óvónők, milyen dajkák, dadusok, milyen konyhai segítőszolgálat dolgozik a gyermekek körül, hiszen ez mind befolyásolja az ő életét, és aztán természetes, hogy a további fejlődését is. Én azt gondolom, hogy a Karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda minden egyes tagintézményébe, nyilván az én szívemhez a Szim óvoda áll a legközelebb, de azt kell mondanom, hogy minden egyes tagintézményében olyan dolgozók nevelik a gyermekeket, vannak a gyermekek körül, akik nagyon magas színvonalon, nagyon magas szakmai munkával végzik, és nagyon nagy elhivatottsággal azt a feladatot, amelyet egyrészt rábízott a fenntartó, rájuk bízott a fenntartó, másrészt amivel a szülők megbízták őket, hiszen szülői bizalom nélkül, egy kölcsönös összefogás és bizalom nélkül egyetlen óvodánk sem működne. Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézmény vezetője, szintén méltató gondolatokkal illette az intézmény óvodapedagógusait, dajkáit, akik lelkiismeretes és kitartó munkájukkal folyamatosan magas színvonalon tartották az elmúlt 4 évtized óvodai életét. Nagyon büszke vagyok a Szim óvoda nevelő közösségére, hiszen egy olyan magas szintű óvodai nevelést valósítanak meg itt a mindennapokban, a hétköznapokban, ami nem csak a város óvodapedagógusai számára példaértékű, hanem Jász-Nagykun-Szolnok megyében, hiszen a Jász-Nagykun-Szolnok megyei zöld óvodák bázisintézményei, de nem csak a megyében, hanem országos szinten is, hiszen a napokba került kiadványra egy olyan környezettudatos nevelést publikáló könyv, amelyben a városunkban 3 óvodának a jó gyakorlata került beválogatásra, és köztük a Szim óvoda környezettudatos nevelése is. Büszke vagyok rájuk, és gratulálok nekik. A környezettudatosság nevelést önök is érzik, hiszen ez az óvoda egy olyan környezetben van, ami ehhez minden lehetőséget megad az udvaron, a környezetbe, itt kint a természetbe a gyermekek számára. Ennek minden pillanatát együtt és közösen élik meg, de tudom azt, hogy nagyon sok segítséget kapnak a szülőktől ahhoz, hogy ez az óvoda udvara ilyen csodálatos, ilyen szép, ilyen zöld, ilyen virágos, szépen festett bútorok vannak mindig a kertben. Néha egy-egy újabb játék, amit akár együtt és közösen találnak ki, és helyeznek el itt az udvaron. Nagyon sok játék tevékenység színesíti az udvari tevékenységet is, hiszen az elmúlt hetekben kertitóval gazdagodott az óvoda udvara, nagyon-nagyon szép környezetet biztosítanak együtt, közösen, köszönöm szépen. A környezeti nevelés mellett kiemelkedően fontos a tehetséggondozás az óvodába, ehhez is minden feltétel adott, de a legfőképpen az, hogy az óvodapedagógusok olyan elhivatottak, hogy a gyermekekben már 3-4 éves korukban meglátják mindazt, amely területen kiemelkedőek, tehetségígéretesek, és ez alapján válogatják be a tehetséggondozó csoportokba. Ezt követően az óvoda kis és nagy csoportos gyermekei, valamint volt óvodások adtak elő műsorokat, mellyel nem csak a szüleiket tették büszkévé, hanem az ott dolgozókat egyaránt. Nagyon sok értéket tettek le itt az elődeink ebben az óvodában, akár ha a meseillusztrációkat említem, amit Fodor Lászlóné, Izuka óvónéni készített, és a mai napig a folyosóink, az öltözőinknek a dekorációi még mindig megállják a helyüket, vagy Háló Zsuzsa, Háló Éva óvónéni, aki
akik a környezeti nevelésnek, a zöld óvodának a magvait vetették el ebben az óvodában, így a mi óvodánk zöld óvoda, sőt örökös zöld óvoda, és Jász-Nagykun-Szolnok megyében mi látjuk el a zöld óvodák bázisintézményi feladatait is. Természetesen a régi értékeket tovább visszük, de egy nagyon fiatal, kreatív nevelő közösségem van, akik ezeket az értékeket tovább viszik, tovább ápolják, és a kornak megfelelően mindig új fejlesztéseken törik a fejüket, hogy a gyerekeket minél több oldalúan, sok oldalúan tudjuk fejleszteni, esetleg a tehetségüket kibontakoztatni ebben a gyönyörű szép környezetben, mert nem látszik, hogy az óvoda 40 éves, nagyon szép, mindig megújul, úgyhogy kiváló munkát végeznek a kollégáim. A gyermekek műsorát Andi zenés fellépése követte, amely során gyermekdalok hangzottak el, végül a születésnapokról elmaradhatatlan óriási torta felszeletelése és közös elfogyasztása is megtörtént. Az óvodában a szervezők egy kiállítással is készültek, ami egészen a kezdetektől bemutatta a Szímóvoda történetét, és a régi fotókat megtekintve nosztalgiázásra adott lehetőséget, amely során az érdeklődők felfedezhették az óvoda korábbi dolgozóit, valamint többen egykori önmagukat is viszont láthatták a kiállított képeken. Június 1-től újra fogható és megtartható a ponty. Június 1-től újra fogható és megtartható a ponty, melynek legkisebb kifogható mérete 35 cm, a legnagyobb 70 cm, adott tájékoztatást oldalán a Tiszatavi Sporthorgász Kft. A horgászok körében legnépszerűbb hal mellett a kevésbé elterjedt fajok közül a márna, a garda, a domolykó, a jászkeszeg, a paduc és a szilvaorú keszeg tilalma is most szűnt meg. Ezután még 2 hetet kell várni, hogy június 15-től horgászható legyen a harcsa is. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!